Ismételten sok szeretettel köszöntjük az EHFL bajnokság nézőit. Elérkeztünk az első forduló utolsó mérkőzéséhez, ami a tavalyi Hungarian Bowl ismétlése lesz, vagyis a Kiev Capitals és a Fehérvár Entroners fognak összecsapni. A Capitalsben egy új játékos, akit már azért a Nyíregyházából ismerhetünk, Tóth Gábor, az Entronersben pedig a sérülésből visszatért Horváth L. Bence lesz majd, aki kontrollert megad. Itt van velem Szarka András, állandó kommentátorunk és az első hét szakkommentátora Kovács Bálint. Sziasztok, mit vártok tőle a találkozótól? Ma lesz? Merem remélni, hogy olyan lesz, mint a HFL-nek a döntője, hogy bár az egyik csapat az elején elment, de azért vissza tudott jönni. A másik, ugye itt arról beszélhetünk, hogy az Entroners megszerezte a vezetést az elején, és meg is tudta tartani, de azért a Kiev nem volt egy olyan csapat, akit dominálni lehetett azon a találkozón. Merem remélni, hogy ez a dominancia nem fog fönnállni ezen a mérkőzésen. Igen, mint Andris minden mérkőzés előtt elmondja, azért a sötétben tapogatózunk azzal, hogy mit fogunk látni, illetve melyik játékos hogy kezeli a kontrollert. Picit fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy meg tudja ütni ennek a mérkőzésnek a színvonala azért, amit előbb láttunk, de ne vegyük el senkitől a lehetőséget, ne vegyük el senkitől a bizonyítási lehetőséget abból a szempontból, hogy még egy magasabb szintre tud ugrani. Úgyhogy én jó mérkőzést várok, kiélezett mérkőzést várok, és legyen olyan izgalmas, mint a HFL döntője tavaly. Andris, azt tudjuk, hogy ugye Tóth Gabi egyedül fogja végig tolni ezt az EHFL szezont. Mekkora a teher szerinted azokon a játékosokon, akiknek minden meccsen ott kell lenniük, és hogy néz ki azoknál, mi például az Entronersnél, ahol ugye hárman fogják majd végigvinni? Hát érdekes, mert ugye láttuk, meg kérdeztük Gábort a felvezető műsorban, hogy hogyan áll ez hozzá. Én abszolút úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon eltökélt abban, hogy még ezzel egy kicsit ugye a jelenleg ugye távolabb lévő csapattársainak az elismerését kivívja. Ugye abból a tekintetből is érdekes, hogy láttunk egy irányító által vezetett csapatot, és hát nem ment igazán jól neki. Úgyhogy érdekes lesz majd, hogy ugye Gábor Prescott-tal mire megy, és hogyan irányítja majd. Ugye valóban Bálesz már szóba hozta az előző mérkőzést, igen, az nehéz izgalmában és színvonalában felülmúlni, de azért ugye a sötétben tapogatózásnál derülhetnek ki olyanok, hogy azért itt még bőven lesznek igazán aspiránsok arra, hogy esetleg a végére odaérjenek. Megmerem kockáztatni, hogy az egyikük, valamelyikük, de lehet, hogy akár mindkettő, azért itt is ott lehet majd a végelszámolásnál, úgyhogy biztos, hogy izgalmas lesz. Mielőtt meghallgatjuk a főszereplőket, az mennyire számít jó csapatnak itt a Meddenben ez a kettő, ugye a Vikings és hát a szívednek talán kedves Dallas? Szerintem egyébként Meddenben is jónak számít mindkét csapat, mint ahogy a valódi NFL pályákon is. Igen, mindkét csapatnak más és más az identitása, más és mások az erősségek, de én úgy gondolom, hogy ezzel a Cowboys-szal lehet menetelni a döntőig, és nem azért, mert elfogult vagyok, hanem azért, mert ugye a Madden arra épít, amit láthatunk a pályákon, és azért a Cowboys-nak a tavalyi teljesítménye, már ami a támadósort illeti, azért megsüvegelendő, az egyik legjobb támadósor volt az NFL-ben, és ha már egy irányító irányítja ezt a csapatot, akkor én azt gondolom, hogy támadósor erősségeire fog építeni, és ez fogja őket hát végigvezényelni a mérkőzésen, de egyelőre nem tudunk semmit, hogy Gabinak mi a terve, illetve mennyire tudja majd ezt a Cowboys-t irányítani, úgyhogy visszatérve a kérdésedre, mindkét csapatot erősnek látom, mind Meddenben, mint a NFL pályákon. Még mindig az első fordulóban járunk, egy újabb mérkőzés, ezúttal a Kiev Capitals fogadja majd a Fehérvár Entroners, vagyis Tóth Gabi vs. Horváth Bence. De ha még akarok rajta csavarni, akkor Dallas Cowboys és Minnesota Vikings. Milyen lesz ez az összecsapás? Kezdjük a hazai csapattal, Gabi. Mindenképpen izgalmas lesz, mivel nem tudom, hogy Bence hogy játszik, milyen taktikát alkalmaz. Csinál-e esetleg offenszben no-huddle offenszt? Erre az mindig érdekes szokott lenni egy Maddenbe, de hát kíváncsian várom, szerintem egy érdekes és izgalmas találkozó elé nézünk. Bence, te mit vársz a találkozótól? Bízom benne, hogy hasonlóan érdekes és izgalmas lesz, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk kezdeni egymással a játékban. Bevallom, hogy egy kicsit magabiztosabb lennék, ha mondjuk dúmoznánk, vagy
hogy valami hasonló játékban ütnénk el az időt. Én egy jó meccset és jó szórakozást várok. Milyen az izgalom ahhoz képest, ami egyébként mondjuk beöltözve a pályára lépve van? Tehát, hogy a kettőt össze tudod hasonlítani? Van itt is bármiféle druk benned? Meglepően, de egyébként van. Már így délelőtt is írtam a páromnak is, hogy most már óra múlva játszani fogunk, egy kicsit már izgulok. Sokkal kevésbé vagyok maga biztos, mint ha most beöltözve a pályára kellene kifutnom. Gabi? Hát, van egy kis izgalom, de nincs akkora druk, mint a mérkőzések elején. Csak menjen le az első play, utána minden jó lesz. Hát akkor legyen így, srácok, sok sikert, amint vége a mérkőzésnek, akkor megbeszélgetünk. A harmadik mérkőzés után mindenkinek a játéktudásáról teljes képet kaphatunk. Köszöntjük a nézőket! A Minnesota Vikings a Dallas Cowboys ellen játszik, és akkor egy kicsit akkor megint helyezzük képbe a kedves nézőket. Tehát a Kiev Capitals részéről Tóth Gábor irányító játszik, és a Dallas Cowboys-t vezényli, a Minnesota Vikings pedig a Fehérvár Entroners játékosát, Horváth L. Bencét takarja. Elindult át a mérkőzés, és akkor tehát Gábor az, aki egy visszahordással kezdődik, és akkor itt egy kicsit köszöntjük a kievieket, hogyha esetleg velünk tartanak, hát egy gyors kis Google fordítós bepötyögés után mindenkitől elnézést. Laskavo prosimu do plovcivku kievi, tehát köszöntjük a kievieket is, hogyha esetleg van olyan, aki nézi ezt a mérkőzést. Gábor tehát a fehérmezes Dallas Cowboys-szal és Kovács Bálinttal ezt a mérkőzést is Köszöntöm a kedves nézőinket! Szia Andris! Hogyha megbocsátanak nekem a nézőink, akkor én eltekintenék attól, hogy én ukránul megpróbálják beköszönni, mert szerintem ez egy óriási fiaskó lenne, úgyhogy maradjunk meg a találkozónál. Könnyen lehet, hogy ez is az volt. Könnyen lehet, de én nem próbálom meg még ezt se. Sokkal inkább nézzük a mérkőzést, és Gábort, ahogy támad, azzal, hogy megszerzi a first down-t itt a Jason Witten. Hogy mondjam, tánc mozdulataival azért ezek már nem azok a mozdulatok, amiket láthattunk korábban, de azért még a konzolon keresztül elő lehet varázsolni a mágiát Dallas Cowboys volt tight endjétől Jason Witten-től. Nagyon pikáns a párosítás annak ellenére, hogy az e-pályákon történik, hiszen hogyha lecsupaszítjuk arra, hogy Entroners Capitals, akkor ugye kétszer is megmérkőztek egymással a csapatok az előző idényben, második alkalommal maga volt a döntő, ami nagyon emlékezetes párharcot hozott, és végül fehérvári győzelmet, és egyébként az első alapszakasz mérkőzés is az Entroners sikerét hozta, és ugye mindig ki szoktuk emelni posztok alapján, hogy aki éppen kezeli a kontrollert, milyen poszton játszik, ugye Gábor irányító, sőt a magyar mezőny egyik, hanem a legjobb fiatal játékosa irányító fronton. Nagyon-nagyon vártuk volna azt, hogy a 2020-as egyetemi világbajnokságon megcsillogtassa a tudását, ugye ez hát nem idén jön majd össze, és Horváth Bence pedig támadó falember, és hát így is érdemes lesz majd nézni ezt a párosítást. Minden esetre Gábor úgy néz ki, hogy egyelőre kifejezetten jól játszik Prescott-tal, itt most viszont van egy leütött labda, és hát ugye ne felejtsük el, hogy ő maga is azt mondta, hogy biztos, hogy egy csomót passzol majd, úgyhogy elképzelhető, hogy így Zeke-nek, Ezekiel Elliott-nak kevesebb labda jut a virtuális valóságba. Abszolút magához ragadta a kezdeményezést Gábor azzal, hogy csak passzjátékot láthatunk. Ennek most egy szek lett az eredménye. De hát a Minnesota védelme egy egészen potens védelem, főleg akkor, hogyha azt nézzük, hogy a vörös zónán belül tömörül a társaság, kevesebb a hely, és ez eredményezte azt, hogy 3. és 13. Egy nagyon szép menetelést láthattunk eddig a Cowboys-tól, de azért most itt egy picit megrekedtek. Igen, hát beszűkült a tér, és egyelőre ugye volt egy leütött labda, illetve Prescottot az imént megállították. Most azonban van végül egy passz is Amari Coopernek. Touchdown Cowboys, Capitals, Gábor vezet. És milyen szép szituációban szerezte meg a vezetést Gábor és a Cowboys. Hát 3. és 13-ra touchdown passzolni az egy gyönyörű teljesítmény.
Itt pedig az extra rúgást láthatjuk, ami pontatlan. Úgyhogy pontatlannak tűnik, inkább úgy mondom, nem igazán könnyű kivenni a képből, igen, pontatlan lett. De hát a Cowboys fanatikus fiatal irányító nagyon szépen kezdte az első támadósorozatot. Kérdés, hogy az egy pont ez mennyire lesz majd döntő, de hát most megkapja Bence a lehetőséget, hogy ő is az asztalra csaphasson. Cowboys fanatikus fiatal irányítóról beszéltél, na de még ki a körünkben a Cowboys fanatikus? Nem fiatal, és nem is irányító, akiről beszélünk. Igen, most le kell lepleznem magamat, ha eddig még nem tettem volna. Úgyhogy ez, én Cowboys szurkoló vagyok, úgyhogy ez a mérkőzés ez egy picit más perspektívába kerül. Próbálom nem a rajongásomat átültetni ebbe, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy Bence mennyire tud majd ezen a Cowboyson lassítani, avagy egy nagyon megdönteni az ő védelmüket, mármint a Cowboys védelmét. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként most megint egy nagyon potens konzolkezelőt láttunk, kontrollerkezelőt láttunk Gábor személyében. Bence, hogy tud mellé fellépni? Így van. Ugye ténylegesen az lesz itt a legfontosabb kérdés, hogy mindenki túl lesz egy-egy mérkőzésen, mi is túl leszünk az első tapasztalatokon, és el tudjuk kezdeni elhelyezni az erőviszonyokat. Ugye egyelőre az látható, hogy a Győr és a Miskolc, ugye Horváth Kristóf és Szatmári Dániel az, akik eddig egészen kiválóan muzsikáltak, és hát ugye Kristóf főleg, mivel megnyerte az első mérkőzését. Ilyen szempontból ugye a budapesti rangadó volt az, amely egy kicsit kilógott a sorból, de itt közben egy eladott labda Bencétől, és ráadásul lehet is visszavinni Jones. Hát itt nagyon úgy néz ki, hogy Gábor lesz az itt az első percek alapján, aki valós eséllyel mehet a győzelemért ezen a találkozón, sőt akár még komolyabb álmokat is dédelgethet. De még nagyon sok a hátra. Nagyon szép szerelés mutatott be Adam Thielen. Byron Johnson, itt egy return touchdown-t is láthattunk volna, de ezt megakadályozta az elkapó. Prescott. És megvan megint Cooper elkapása. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy Gábor nagyon be akarja lopni magát, ugye friss Kiev játékos, Kiev Capitals játékos, és hát még nagy kérdés, hogy egyáltalán ebben a szezonban a magyar pályákon láthatjuk-e. Nagyon reméljük, hogy igen, a realitás sajnos ez nem feltétlenül támasztja alá most ezekben a napokban, de most minden esetre belophatja magát, ugye új csapattársai szívébe, akár így is. De nyilván nem csak így a játéktudása is megvan hozzá, ezúttal Gallup kapja el a labdát, és nagyon-nagyon közel megint a Dallas ahhoz, hogy pontot szerezze. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ilyen helyzetekben akár megpróbál-e futni. Hát szerintem nagyon jól meg fogja keverni Gabika a lapokat, de egyelőre úgy tűnik, hogy a passzjátékra próbál támaszkodni, ezt láthatjuk most is, ennek az eredmény egy újabb szek. Nagyon-nagyon közel értek, sőt nem csak, hogy közel, hanem egyenesen oda másztak Prescottra. Nagyon kevés volt az idő, harmadik és gól. Ebből sikerült, ha nem is gólból, de ebből a szituációból sikerült touchdown csinálnia, de lepörög az első negyed. Hát mozgalmas volt ez is, úgy gondolom. Nagyon, és egyelőre azért azt is lehet látni, hogy ugye Gábor játékára mi is kapkodjuk a fejünket, egy kicsit Bence is átvette ezt, pedig neki úgy néz ki, hogy fel kell nőnie ehhez a játékszinthez, mert ez az első negyed egyértelműen Gáborról szólt, ugye, akit egyébként Nyíregyháza Tigers irányítójaként ismerhettünk meg korábbról, Viten! Most pedig ismerhetünk arról, hogy egészen jól muzsikál az e-sportot a Madden világában, növeli előnyét a Dallas. És hát rá kell menni a két pontosra, mert akkor el lehet azt az egy elbukott pontot törölni, egy sikeres két pontosra, és akkor 14-0-ra módosítani az állást, itt ez a helyes választás. Illetve az előző sem ment, akkor szerintem nem érdemes azzal játszani, érdemes rámenni a két pontosra, ha már ilyen jól működik a passzjáték, és ennyire megfoghatatlan Prescott a levegőben. Megy is a kétpontosra. Hát igen, ugye ő lehet akkor a következő olyan játékos, miközben Zeke Elliott próbál bejutni, és úgy néz ki, hogy ez rövid lett.
tehát a két pontos kísérletnél nem jön össze a 14-0. Szóval úgy néz ki, hogy ugye Gábor lesz a következő olyan játékos, aki a rúgást, mint pontért menő rúgást, vagy extra pontot lehet, hogy kitörölheti így a játék elemei közül, és ugye ilyen jó kezdés után mindenből akár két pontosra is mehet, vagy negyedik kísérletnél ugye field goal távolságból is megpróbálhatja, majd minden esetre most Bencének kell valamit lépnie, két labda birtoklásos hátrányba került, viszonylag gyorsan, ugye egy bő egy negyed alatt. Tehát nagyon hosszú ez a mérkőzés, még közel 3x6, tehát 18 perc hátra van. Itt azért nem csak 12 pontot, de 22-t is le lehet simán dolgozni, de nagyon jól meg kell komponálni a Vikingsnak, és nagyon vigyáznia kell a labdára ennek a lilamezes csapatnak. És hát nyilván amennyire Gábor megpróbál az irányítójával bűvészkedni, úgy Bence Dalvin Cookot veszi elő, ez volt már egyébként látható az első nagyon-nagyon rövidke támadó sorozatában is, itt viszont most azonnal egy first downhoz a Minnesota csodafutója. Ugye Bence az előző idényben sérülés miatt partvonalon kívülre került, nagyon vártuk őt is vissza ebben az idényben, hát ez most elnapolva, minden esetre itt most megnézhetjük, hogy hogyan kezeli a kontrollert, itt azért megvillan ő is, és puttából szerkeszt oda Rudolphnak egy paszt. Abszolút gyönyörű játékot láthatunk, egy magabiztosságot, magabiztosságra alapozható játékot. Azért láthatjuk azt is, hogy Bence sincs elveszve a kontrollerek világában, itt ezt a testcselt is bemutatta szépen Dalvin Cookkal, és hát a Vikings nem akar elmozdulni abból az identitásból, amit képviselnek az NFL-ben, hogy Dalvin Cookot tömik labdával is megpróbálnak vele haladni, és arra akkor a passzjátékot ráhúzni. Ezt láthatjuk most Bencénél is, és hát két yardnál ez a Dalvin Cooknak könnyű dolga lehet. Meg is van az útja, és meg is csinálja a first down-t. Hát itt gyakorlatilag teljesen kétfajta offense filozófia feszül egymásnak, a kontrollerek mögött ez már azért szemmel látható. Annyit érdemes kiemelni, hogyha hátrányba lesz végig Bence, akkor ezt nem folytathatja az egész mérkőzés során, mert futással könnyű ölni az órát, viszont yardokat szerezni nehezebb, mint levegőben. És most Kazinszal próbál meg a védők között eliramodni, minden esetre érkezett a Dallas Cowboys védelmének egyik emblematikus ifjú tagja, és megcsinálta a szerelést. És ezért megvan egymásra a reagálás, ezt jó látni, a második mérkőzésen is kaptunk ilyet, amikor Kristóf és Dani játszottak. Cousins előrehajítja, és elkapta Thielen, és úgy néz ki, hogy nem jó helyen. Pont kint volt a lába Adam Thielennek, és hát Byron Jones volt ott rajta, megint csak. És ki kell emelni, hogy azért Bence nagyon szereti ezeket a bootleg játékokat, hogy kimozgatja Cousins-t, hogy könnyebben tudjon olvasni a pályán. Ezzel könnyíti az irányító és saját maga dolgát is. A játék az nagyon szerethető, amiatt, hogy ilyen lépegetésnél pont nem a lábakat mutatja, amikor ugye egy ilyen touchdown vagy bármilyen szituáció van, az előbbi nem volt meg, most viszont a Dallas Cowboys megint labdát szerez. Még és hát emeljük ki, hogy user interception volt, tehát Gábor mutatta be. Bizony, bizony, emelkedik 38-assal Heath, és lehalásza ezt a labdát, a második labda szerzése Gábornak, és nagyon közel volt ahhoz Bence, hogy szépítsen az imént, ugye azt próbáltam kiemelni, hogy ez a játéknak egy alapvető hiányossága szerint. Látni a helyzetekben pontosan a lábakat, de hát összességében azt ott akkor nem sikerült behúzni, a Minnesota pedig marad 12 pontos hátrányban. Ugye alapvetően ezt egyébként a tavalyi szezonban, az NFL-ben
ezt a párosítást a Vikings nyerte meg. 28-24-es mérkőzés volt az, tehát nagyon szoros. Prescott. És Jarwin. Egy másik tight end. És milyen jó, hogy kiemelted, mert azon a mérkőzésen Dalvin Cook óriásit játszott, 100 yard fölött touchdownokat szerzett, illetve azért Dak Prescott se volt elveszve, a három kedvenc célpontjának azért kiosztott egy-egy touchdown paszt, ugye Emery Cooperről, Randall Cobbról és Michael Gallupról beszélünk, tehát egy Cooper és Dalvin Cook show-t láthattunk, most pedig hát egy picit hasonló a mérkőzés képe, hogy azért Dalvin Cooknak működik a futás, Dak Prescott pedig a levegőben szinte foghatatlan, pedig ezt látjuk. Prescott, most bezsákolják. Ne felejtsük el egyébként azt sem, hogy hogyan zajlott a HFL döntője. Ott ugye az Entroners az, amely nagy előnyt szerzett, és aztán végül kibekkelte. Hát most ugye úgy alakul, hogy az a 12 pont, amit akkor a Capitals megcsinált, itt a virtuális térben már egy fél idő alatt megvan, sőt még ugye akár több is lehet. Prescott ezt elindítja, de a védők közé, mindenki közé, úgyhogy nem lehetett pontos ez az átadás. Hogyha valami hasonló forgatókönyvet várunk, vagy elképzelhető, akkor itt most ugye fordítottan jöhetne össze, és Bencének kell egészen biztosan reagálni valamit a második fél időben. Vitem! De azt látjuk, hogy Gábor is szeret veszélyesen élni, belemegy a szegbe, bevállalja ezeket a kétes szituációkat, és ugye itt harmadik és hosszúra is azért egy olyan játékot hívott, ami nem biztos, hogy a first down automatikusan eredményezte volna, így pedig egy punt jön. Úgyhogy Bence megmutathatja, hogy nem csak a szegekbe jó, hanem a támadó oldalon is tudja vezényelni a csapatot. Így van, és ugye nagyon kellett neki ez a sikeres megmozdulás, és hát ugye még jobban kell neki az, hogy ebből a 47 másodpercből esetleg még valamit kihozza, 3-3 időkérés megvan a srácoknak, úgyhogy hát megpróbálja ismét Bence a Vikings-t irányítva a pontszerzést, viszont ugye azért figyelnie kell a labdaeladásokkal, eddig már kettőt is elszólt. Így van, de nem annyira sokat kell megtennie, hogy mondjuk egy biztonságos 3 pontot megszerezzen. Nyilván ez a pályán soknak tűnik, de azért két hosszú játékkal ott lehet a field goal távban. Nagyon gyorsan lekapcsolják, és megnézhetjük, hogy akar-e időt kérni. Úgy néz ki, hogy nem. Hát akkor elképzelhető, hogy ezt a fél időt valamelyest feladták, így meg aztán pláne Kazinsz a földön. Lawrence érkezett rá, és most azért időt kért. Picit hibásnak gondolom azt, hogy az előző helyzetben nem kért időt Bence, mert nagyon sok ment le az órán, és hát nagyon hátra került. Ugye 3. és 23. Ez nem csak akkor nagyon nehéz, amikor 21 másodperc van az órán, hanem akkor is, amikor 6 perc van még vissza a negyedből. Hát itt szinte kilátástalan helyzetben van, de ne felejtsük el, ő kezdi a második fél időt, hogyha minden a tervek szerint halad. Kazinsz. Jön egy passz, és azért ez megint igen veszélyes! Labdaszerzés ismét, a harmadik eladott labdája Bencének, Gábor pedig ott van a Vikings térfelén, és így most fordult a kocka, gyakorlatilag Bence Gábornak állította meg az időt az imént. 7 másodperce van, és ugye még Gábornak is van 2 időkérése, hát egy játék, és esetleg 2 játék rúgás nélkül. Lehet, hogy ezt kell majd valóban megvalósítania, és nem érdemes rúgásra appellálni ugye ilyen távolságból. Minden esetre azért ez most így, hogyha ebből is pontot szerezne valamilyen formában Gábor, nagyon-nagyon komoly hátránynak tűnhet. Igen, és itt Bence nem önmagát, hanem Gábort juttatta nagyon közel a field goalhoz. Hát itt nem lesz már field goal, hanem egy szek. Még egy játék talán beleférhet, igen, egy másodperc van az órán. Hát, igen, a szekekben azért elő tud lépni úgy Bence, ahogy azt várjuk tőle, illetve várjuk egy csapattól, viszont hát
egy picit a Cowboys vonalon kezd elő is mozogni, illetve hát a Saints vonalán, amit az előző, vagy hát a nyitó mérkőzésen láttunk, hogy azért ott záporoztak az interceptionök, ez nem fog beleférni egy EHFL-ben. Na Prescott, előre íveli, és touchdown szerez Gallup-pal! Na faszta mindenit, hogy Cooper volt? Cooper volt az. Cooper volt az. Tűha, hát ez aztán a valódi hideg zuhany, és még úgy néz ki, hogy az extra is bele egy most. 19-0-ra vezet a Cowboys. Hát Gábor, ezt egy másodperc, ugye amikor Prescott-tal elszenvedte a szekket, azt még gyorsan meg tudta kérni ott az idejét, és ennek köszönhetően 7 ponttal gazdagodik. Hát azért kontroller, vagy kontroller kezelő legyen a talpán, aki nem 0-19-ről visszatudja egy fél idő alatt. Benté, a feladat szép és nemes. Emlegetted itt az előző mérkőzésen, hogy az EHFL egyik legszebb jeleneteit ott láthattuk. Gondolom ez az előző touchdown is azért a válogatásba minimum be fog kerülni. Egyértelmű. Na de lássuk, hogy mit tud kezdeni a Vikings és Bence azzal, hogy még meccset csináljon ebből, vagy Gábor az, aki győzelemmel rajtol. És hát ugye nem csak, hogy győzelemmel rajtol, de ő is nagyon meggyőzően játszik, játssza ezt a játékot. Ne felejtsük el, hogy amire épített eddig a Vikings a futójáték, az egyre kevésbé lesz hatékony az idő előre haladtával, illetve a nagy hátrányban. És hát megint jobbra mozog Cousins, mint egész mérkőzésen, és ezek nem mindig a legjobb játékok, most se tűnik annak. Itt a Vuzi védekezte szépen Diggs-t egy leütött labdával, lehetett volna ez egy elkapás is, és akkor megint csak dörzsöljük a tenyerünket egy hosszú átadás láttán. Kicsit változtatnia kellene szerintem Gábornak, illetve hát Bencének a stratégiáján, mert amit eddig mutatott, az 0 pontot eredményezett, úgyhogy egy picit ezt át kell gondolni, de hát biztos, hogy ott van a fejében neki is a megoldás. És hát ugye, amit láthattunk, hogy egyetlen átadása volt jó Bencének Cousins-szal, tehát nyilván ezek a sasszék, illetve ellentétes irányba eldobott labdák alapvetően ugye magán a futballpályán sem néz ki annyira jól, és itt a játékban sem kifizetődő eddig. 3. és 7. És hát most aztán tényleg valamit ki kell találni a Bencének, mert különben nem fog tudni visszazárkózni. Hát nem ezt. Hát nem ezt. Megvan a 4. interception, és ezzel Heath visszanyargal. A Dallas Cowboys növeli előnyét, és hát amennyit eddig láttunk, megverem kockáztatni, hogy a mérkőzést is eldönti, és előlép az EHFL bajnokság egy legnagyobb kihúzójával. Abszolút, és itt gyakorlatilag a Minnesota Vikings drive-ról drive-ra lövi magát lábon, és ez hát most egy 26 pontos hátrányt eredményez. Nem hiszem, hogy ebben az EHFL-ben van olyan kontrollerkezelő, és itt senkit nem szeretnék megbántani vagy leírni, aki ezt a hátrányt 11 perc alatt meg tudja fordítani, 11 játékperc alatt meg tudja fordítani. Nagyon-nagyon sok gyors, hosszú átadás kell, és pick six vagy fumble return touchdown ahhoz, hogy ezt a mérkőzést ezt vissza lehessen hozni abba a mederbe, hogy szoros találkozót láthassunk. Picit keserédes a szájíz, mert azért vannak szép jelenetek, de nem gondoltam volna ezt egy ennyire sima találkozónak, de még azért semmi nincs veszve. Nagyon érdekes talán azt is nézni, hogy ugye második irányítón Gábor, aki a kontrollert kezeli az EHFL-ben, és mennyivel máshogy és mennyivel magabiztosabban, mint ugye az első találkozón még a nyitó meccsen Szabó Tomi. Itt ténylegesen ugye egy irányító nagyon jól a játékbeli irányítóját használja, és egyelőre zúzza szét az ellenfelét. Ugye támadó falember, az viszont Bence az első, aki itt a bajnokságban szóhoz jut, és egyelőre nem az ő stratégiája a nyerő. Ugye azt fontos leszögezni, hogy későbbiekben lehet akár ugye cserélni a kontrollernél játékos közben kukkal, most meglóg Bence nagyon kukkal.
jókora haladás volt ez, szóval nem biztos, hogy mindenki végig irányítja majd a csapatát, a Gábornál azért azt gondolom, hogy ezt megelőlegezhetjük, hogy ő végig majd a Fiat Capitals és a Dallas Cowboys képviseli majd ebben a ligában. Én úgy tudom, hogy Zentronersnél van egy egészen éles kés a fiókban Bakonyvári Patrik személyében, aki már képernyőn megmutatta magát, de ne beszéljünk róla, amíg Bence ilyen szépen tud haladni ebben a támadó sorozatban, tehát azért még van biztos kezű játékos, illetve kontrollerkezelő szerintem bármelyik csapatból, hogyha végignézünk itt a mezőnyön. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy bárkit is le kéne cserélni, mert hát nézzük meg, hogy a Vikings azért ott kopogtat a touchdown közelében. Bizony, és azért most Bencének is ültek ezek a passzai, és az elkapások ebből, de hát nyilván mindeközben nagyon-nagyon pörög az idő, így meg aztán pláne, hogy jön még egy szek is, Márcs mutatta be. És hát egészen szépen tudott változtatni Bence, most viszont visszatért ahhoz a jobbra kimozgós, egyébként nem működő stratégiához, amit eddig követett. Nem kéne felrúgni azt a változatosságot, amit most ebbe a drive-ba hozott, mert láthatjuk, hogy nagyon veszteni valója nincs már a Vikingsnak, úgyhogy próbálgatni kell, hogy ami eddig nem ment, akkor azt hogy hagyjuk el, ahhoz múlni, amit eddig nem próbáltunk, és talán működhet. És hát szépíteni, az mindenképpen fontos lenne, hogy azért ne nulla maradjon a Vikings részéről az eredményjelző. Most harmadik és gól lesz, és azt gondolom, hogy azért ebben a távolságban Bencétől is várhatjuk majd azt, hogy megpróbálja a touchdown-t mindenképpen. Kezdődik most passzol, de nem tudja bejuttatni az endzone-ba a labdát ezúttal sem. És úgy néz ki, hogy Gábor azért mind a mellett, hogy nagyon jól kezeli az offenszt, azért itt a védekezésben is oda teszi magát. 26-0, negyedik kísérletben nézzük, akkor Bence mit választ? Megy a biztos pontra, vagy szerintem ebben a helyzetben be kellene vállalni azt, hogy touchdownra és a szépítésre, a még nagyobb szépítésre törjön, és úgy néz ki, hogy Bence is valami hasonlón töri a fejét. Nagyon örülök, hogy így dönt, mert hát ez egy móka, ez egy játék, itt nem olyan vére megy a küzdelem, mint a pályán, ott már ezt át kell gondolni, de ilyen helyzetben szerintem ott is azért egy TD lenne a szükségszerű. Ez egy ugrás Rudolftól, az még akkor távol volt. Hát nem lett meg sajnos a touchdown, a szépítés szempontjából sajnos, pedig azért ez egy igen tisztes kis támadósorozat volt hosszabb játékokkal, és akkor jön megint Gábor, aki egyelőre nullán tartja az ellenfelet, és ez minden szinten egészen remek, nem kell ehhez ugye fizikailag is ott lenni a pályán, hanem ugye akár itt is a Meddenben, az EHF-ben is dicsőség. Sokat elárul egyébként, hogy második futása volt Elliottnak, úgyhogy gyakorlatilag egy ember személyében irányította végig a pályán Cowboys Gábor, ugye ő pedig nem más, mint Dak Prescott. Hát most kiélheti magát, illetve az irányítóskodást így az elektronikus közegben, ebben az online éterben, így mérkőzések hiányában, hogy akkor kiélheti tényleg azt, amit szeretne magától a pályán. És megint passzol Prescott-tal. Most azonban lemek a szerelés. Jarwin elkapása után nem engedték tovább. Nagyon-nagyon komoly a kontraszt a két irányító között, ugye Kazinsznál az eladott labdák sorjáznak, Prescottnál a yardok, meg a passzol touchdownok. Most viszont földre viszik, hoppá, ki is esett a labda. A védelmi front a Vikingsnál, hát liga szinten is elég kimagasló, itt láthatjuk, hogy Daniel Hunter azért a Meddenben is megmutatja, hogy ő bizony ott van a legjobb passietetők között. Hoppá, bizony, nagyon közel volt egy safety. Negyedik szekje Hunternek. Hát igen, a védelmi MVP-je ennek a csapatnak, még a 26 bekapott pont ellenére is azért az megsüvegelendő, még egy ilyen online játékban is. És akkor jön egy punt, ami hát
nagyon nehéz kiinduló pontból érkezik majd. Ettől függetlenül azért a rúgás óriási. Átrepült a másik térsérre, és úgy néz ki, hogy itt a speciális egységben is teszi a dolgát a Cowboys. Az utolsó 4 percen belül, és hát nyilván azért összességében kérdés nélkül a győzelem maga eldőlt. Gábor sikerrel nyitja az EHFL bajnokságot a Kiev Capital színeiben, és hát egy ilyen fronton valamelyest ugye visszavág. De a kérdés az az, hogy a Vikingsnak lesz-e pontja. Nagyon úgy néz ki, hogy nem ebből. Nem ebből és nem ezen a mérkőzésen, mert itt azért 3 perc van vissza, egy 5. eladott labda a Minnesota részéről, azért hát pont 5-tel több, mint ahány pontot szereztek, és ez nem a legjobb az álmos könyvek szerint akkor, hogyha amerikai futball mérkőzést rendeznek, de azért megint csak ott van egy szép védelmi megmozdulás. Prescott lódult volna meg. Hát igen, amikor a pont és az interception arány 0-5, azért az komoly álmatlan éjszakákat okozhat. Most jó az elkapás, de hát ugye összességében itt már akkor tényleg, hogyha Bencénél az volt a kérdés, hogy a szépítés összejön-e, az az is. Ha megfordítjuk a másik irányba, akkor Gábor tud-e még pontokat szerezni, azért összességében itt főleg a második félidőben már a védekezésével is jobban boldogul a Vikingsnak. Hát ez inkább ugye az első és a második negyedben lett el az a találkozó, meg azzal, hogy gyere, rendesen sok labdát adott el az irányítójával. Prescott, hú, de meglódul azt a mindenit. Eszi az órát a Cowboys, és ugye ne felejtsük el, egy ilyen futó kísérletnél nem fog megállni, majd csak akkor, hogyha a 2 perces figyelmeztetés jön. Nem hiszem, hogy Gábor nagyon erőltetni azt, hogy most itt loholjunk bele a támadásokba. Ennek az eredménye az, hogy hát végül is csak elindítja, úgyhogy rám cáfolt. Prescott-tal dolgozik nagyon szépen. És a 2 perces figyelmeztetéshez érkeztünk, és úgy néz ki, hogy egyre inkább most már tényleg az a kérdés, hogy növeli-e az előnyét Gábor. A második és egy 9 yardot futott Prescott. Úgy néz ki, hogy azzal is tud működni, hogy Prescottot nem csak passzoltatja, hanem futtatja is. És Bence csinálja meg a védőjével a szekket Stevennel. Gyakorlatilag Gábor most azt csinálja, hogy már egy edzőmérkőzésben van, megnézve, hogy mit tud még csinálni, és mit tud még hasznosítani abból, ami a playbookban van a következő mérkőzésekre nézve. Prescotttal hogy tud lábon majd dolgozni, ott látjuk, hogy a karjával nincs gond, és egyelőre az is látszik, hogy a lábával sincs elveszve. Nincs elkapás, de még megy a kirig a labdáért. Mondjad, Bálint. Fumble volt szerintem, amit összeszedett a Cowboys végül. Igen. Mégpedig egy falember, aki odaugrott. Hát azt gondolom, hogy azért itt most már a 3. mérkőzésünk végén megkapjuk igazán az erőviszonyokat. Lehet hirdetni majd a power rankinget az első forduló végén. És hát Gábor nevét valahol az élmezőnyben kell találni. Így van, itt kezd kicsit ketté bomlani a mezőny, egy alsó és egy felsőházra, de azért azt gondolom, hogy egy fordulóból még nem mondjunk le akkora messze menő következtetéseket, főleg, hogyha lehet a kontrollerek mögötti kezelőket cserélgetni, úgyhogy mindenképpen egy izgalmas következő fordulót várok, tényleg így bele lehet lovalni picit magunkat abba, hogy egy ilyen, hogy mondjam, online világba is kapunk valami ízelítőt a futballból. És hát kapunk érdekességeket és izgalmat is. Tényleg most már minden fiútól láttuk, hogy hogy áll ehhez, és azt gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetünk, mert itt mindenki komolyan vette, és mindenki nagyon tökösen próbált meg ugye játszani, amennyire ugye a lehetőségek engedték. És hát itt most már az is látszik, hogy Bence sem akarja azért ezt a nullát, valahogy még vissza akarja kapni azt a labdát, hogy
pontot csináljon, és erre talán még némi esélye meg lehet. 3. és 16-37 másodperc, viszont ugye nincsen már Bencének időkérése, úgyhogy az óra innentől kezdve csak akkor állhat meg, hogyha Gábor egy passzjátékot választ, és az nem lesz sikeres, viszont nem választ, hanem odaadja a futónak, és ezzel le fog telni gyakorlatilag az idő majd, hogy nem az utolsó másodpercekig. De ha nem telne, akkor is a negyedik kísérlettel lehetett volna még variálni, így viszont rugni fog, ami viszonylag hosszú kísérlet. Igen, azért ez még érdekes lesz, hogy ez hova megy, mellé megy, ráadásul hosszra meg lett volna. Minden esetre pontatlan, hogy 8 másodperce maradt Bencének arra, hogy esetleg még valamit előre hajítson. Kicsit unorthodox döntés volt szerintem most Gábortól itt elrugni ezt. 38 yardoson, ugye 45-re tesszik a labdát, az 55 yardos field goalt. Hát kíváncsi vagyok, melyik kontrollelkezelő versenyző játékosunk az, aki 55-ről be tudja varni a Maddenben. Biztos, hogy van olyan, de egyelőre még várni kell erre. Igen, ugye itt különböző érdekességeket is majd láthatunk, hogy ki hogy rúg például, és mondjuk milyen hosszú lesz a legtávolabbi field goal, és hogy azt kiszerzi. Na de egyelőre még zárjuk le ezt a mérkőzést, és Bence, hogyha lehet esetleg egy pontszerzéssel, hát így azonban ezt nem lehetett megoldani, kukot vette célba, kukot nem iszik. Tóth Gábor a Dallas Cowboys-t vezényelve a Kiev Capitals színeiben nagyon-nagyon meggyőző ennyit. Horváth L. Bence nem tudott pontot szerezni, annak ellenére, hogy főleg a védelemben azért ő is csinált szép dolgokat. 26-0 lesz a végeredmény, így áll össze, csak az utolsó negyedben nem sikerült a Dallasnak és Gábornak a pontszerzés. Hát Gábor előlépett, trónkövetelő az EHFL bajnokságban, és itt az első fordulóban lépett egy nagyot abba az irányba, hogy akár az utolsó mérkőzés. Hát egy szorosnak egyáltalán nem mondható mérkőzésen vagyunk túl, a hazai pálya nagyon jól feküdt. Gabi, milyen volt a találkozó? Érdekes volt így ez a legelső mérkőzés. Rájöttem, hogy, hogy a spec team-ben még dolgozni kell, mert a rugások azok nem igazán mennek, és még kicsit vissza kell szokni a gombokhoz, mert néha rossz billentyűt nyomok le, úgyhogy volt is egyszer-kétszer egy ilyen veszélyes interception helyzet, de ezt leszámítva egész jó meccs volt az én részemről. Hát remélem, hogy a következő fordulót is egy győzelemmel fogom zárni. Bence? Milyen hatással lesz ez a folytatásra? Hát majd meglátjuk, a srácok valószínűleg le fognak engem cserélni teljes joggal. Ezért is látszik, hogy miért nem dobálom előrefelé a labdát, csak hát az életbe. 5 interception sikerült, ha jól számoltam, Gabi védőinek átdobnom. A védekezésem egyébként alapvetően nem volt rossz az eredmény ellenére, tehát sok szekket és nagyon sok mínuszos szerelést csináltam. Egy kicsit olyan volt ez a Vikings, mint néha az igazi, amikor így a támadósról teljesen beblokkol, és nem tudtam velük effektíve játszani. Kétszer voltam talán közel ahhoz, hogy én is feliratkozzak a táblára, és pontokat szerezzek. Ez végül sajnos nem jött össze, úgyhogy én maradok a pályánál odakint, és a Doom-nál. Gabi, hát a többi mérkőzés te játszod, nálad nem lesz csere, a taktika akkor jó lesz? Még új játékot bele kell lesz rakni, mert szerintem Sződi Feriék, meg Csanék biztos meg fogják nézni a mérkőzést és elemezni fogják, úgyhogy muszáj lesz beleraknom majd új játékokat, mert ahogy ismerem őket, biztos el akarnak verni engem. Hát egy viszonylag sima mérkőzésen vagyunk túl, ahol 26-0-ra visszavágott a Capitals a Hungarian Bowl-ban elszenvedett vereségért az Entronersnek. Valószínű, hogy Bence mindenképpen lecserélődik a következő fordulóra, de mennyire lehet elkeseredve egy ilyen vereség után, Andris?
Hát azt hiszem, hogy el lehet hagyott ebben a mérkőzésben lehetőséget, de azt nem gondolom, hogy a győzelmet benne hagyta volna, tehát azért elég egyértelmű, hogy Gábor volt a jobb játékos. Pontszerzéseket azt hiszem, hogy azokat hagyott, lehetett volna egy kicsit tisztesebb a végeredmény, de összességében azért az csak kiderült, és most már ugye innentől kezdve a sötétben tapogatózás már kevésbé igaz, most már mindenkit láttunk egyszer. Azért az kiderült, hogy egy igazi bajnokjelölt itt az EHFL-ben az Tóth Gábor személyében ismert. Bálint? Igen, Gabika rendesen odalépett az élmezőnybe, ugye az előző mérkőzés, ugye úgy beszéltünk, hogy két nagyon erős játékost láthatunk, a Chiefs és a Baltimore Ravens vezető két fiatal 20-20-as válogatott sztár között, és Gabika ugyanúgy odalépett a kis csoportban, mint 20-20-as válogatott sztár. Le lett másolva a Hungarian Bowl-nak az eredménye, csak a pontarány kicsit elcsúszott az egyik irányba, az egyik 26, a másik 0. Úgyhogy hát lehet keresni a tanulságokat, lehet keresni a negatívumokat és pozitívumokat. Szerintem ezt a győzelmet Gábornak nem kell megmagyaráznia, és Bence pedig nem fogja tudni megmagyarázni, úgyhogy picit csalódott vagyok abból a szempontból, hogy azért annak, vagy azok után, hogy az előző mérkőzés egy nagyon kiélezett mérkőzés volt, itt egy hideg zuhany várt minket itt a harmadik negyedbe fordulva, úgyhogy mindkét csapatnak jár a gratuláció, de azért a fejlődési lehetőséget meg lehet találni. Egyik oldalon inkább, a másik oldalon hát azért lehet, de inkább kevésbé. Andi, és akkor tiéd a megtisztelő feladat, hogy röviden összegezd az első forduló tanulságait. Van még azért 4, tehát hogy senki sincs elveszve. Így van, nincs, tehát azért összességében, bár ugye tényleg szoktam mondani, hogy hát a 100%-os győzelem lehet itt, tehát aki esetleg vereséget szenvedett, el is kedvetlenhet, de ez azért nincs így. Főleg nem mondjuk Szatmári Dani, aki egészen kiválóan játszott. Igen, hát azt hiszem, hogy összességében kaptunk két csoportot, két-hármas csoportot, és ugye az elsőben van két győzelemmel, egy vereséggel rajtoló játékos, a másodikban van egy győzelemmel, két vereséggel rajtoló játékos. Lehet egyébként akár átjárás, bár egyelőre azért itt elég egyértelműnek tűntek az erőviszonyok az első forduló alapján, de azért azt gondolom, hogy akiket láttunk, azok alapján is lehet innentől kezdve is egészen kiváló párosítás, úgyhogy azt hiszem, hogy főleg azért háromból volt egy egészen kiemelkedő meccs, és innentől kezdve pedig szerintem megvan az alaphang, és azt hiszem, hogy talán a kedv is megjött a nézők részéről, hogy érdemes figyelni, mert hogy azért itt is lehetnek izgalmak. Így van, úgyhogy továbbra is mindenkinek azt javaslom, hogy tartson velünk, és nézze majd a hátralévő mérkőzéseket. Jövő héten is érkezünk ugyanígy három mérkőzéssel, a forduló kezdetén már tabellát is fogunk mutatni, hogy hogyan is állnak a csapatok. Akár egy kicsit majd power rankingbe is belemegyünk, hogy mit gondolunk így, hogy már nem sötét ló mindegyik csapat, hanem azért látunk mindenkit egyszer legalább itt a virtuális pályán. Nagyon szépen köszönöm az egész heti munkátokat. Balázs, úgyis lesz még mérkőzés, amit veled is találkozom. Andris nélküled pedig EHFL sincs, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a munkátokat. Önöknek pedig a figyelmet, tartsanak velünk majd a második fordulóba is. Addig, viszlát!